Újra itt vagyunk a Chaser-rel, hölgyeim és uraim, jó reggelt kérnek mindenkinek, Wisor vagyok. Október 8-a van, péntek, 9 óra, tököm tudja hány perc, és itt van a két vendégszereplőm is újra, ahogy megígértem. De a vendégszereplők nem óhajtanak megszólalni, ami nem helyes. De megint másik szereplőre várok, hogy ő kezdje. És a másik szereplőre várok. Hoppá. Jó kezdődik, mert rakét... Miért a rakéta... Bocsi. Miért a rakétavetővel kezdjük? Amúgy nem hetedike van? Nyolcadika van, nem? Nem tudom. Hetedike van? Lol, akkor hetedike van. Igen. Hát kevered a napokat. Bemutatkoztatok már? Még nem. Elkezdenétek. Addig kinyírnám az tényleg valaki számolja a gép, Feri rajzolt vonalakat, gépágyú, tudod? Paint. Igen, Feri, akkor most már be is mutatták. Egy vonalat már be is... Mutassatok be engem is, jó? Egy vonalat már be is húzhatsz. Valaki mutassa be, ott a látni. Szia, Otila. Otila? Szia, Otila. Otila van. Pillanat, becsukom az ajtót. Na, húztam egy vonalat már. Köszi. Ja, kettőt húz be most már. Hármat, bocsánat, hármat. Tudod, hogy rajzolja a gépágyút is? Rajzoljál, úgyis látod, olyan... Fél, megállok neked itt a gépágyút, addig eszek egy kekszet. Az a baj, egy kicsit sötét, úgyhogy nehezen kiverhetés. Hát, mész a faszomba már, kikapcsoltam a Windows Aero-t, hogy ne legyen az a baj, erre még mindig sötét. Hát. Ó, de még a nap is ide süt egy kicsit, pedig annyira nincs is nagy fény. Mindegy, rajzolok majd valamit akkor. Hát itt van, itt állok előtte, sőt most már alatta, tessék. Előre szólok, hogy borzalmas. Úgy rajzolj két pár gépfaszt, és közötte egy kockát. Megtudjuk. Jó, rendben, ezt megfogadom, ezt a na. Oti, arról maradtál, elmondtam Ferinek, hogy hogy kell gépágyút rajzolni. Azt mondta neki, hogy rajzoljon két pár gépfaszt, és közé egy kockát. Úristen, ebből mi lesz? Ebből mi lesz? Addig is elfogyasztok egy kekszet, csokis keksz. Ne értsed félre, csokis keksz, ez tényleg az. Na, menjünk. Fölvettem egy pajzsot. Aminek? Most legyek kemény, és azt mondjam, hogy ne szarakodjak, basz meg, azért. Na, Feri, három gépágyú eddig. Akkor teljesen jó, akkor még... Nem késtem el a számolással. Ne ülj addig egy ideig gépágyút, mert még rajzolom őket. Amúgy... Azt el kell mesélnem, hogy ezt mi egyszer már megcsináltuk, de akkor... Egyrészt a Bendinghamnek a felvétele gondolta meg magát, és... mentünkre. Feri 4 gépágyú. És... Másrészt pedig a Chaser maga grafikailag szétesett. Gratulálok neked! Azt a mindenit! 4 gépágyú eddig. Mindjárt az 5. is, csak tudom, hogy meg kell találnom, hogy hol van pontosan. Itt van a dobozó. Hogy esik az eső. Hol az 5. gépágyú? 5-ös számú gépágyú, hát, merre hol vagy? Merre vagy, gépágyú? Mutasd magad! Jaj! Eddig szarpad, fuck! Na hát úgy tűnik, hogy itt nincsen több gépágyú, tehát eddig 4 van. És most nem vettem sört, emberek, hanem... Mit vettem? Egy energiaitalt. Lehet, hogy emiatt... Én múltkor is azt javasoltam. Lehet, hogy... Igen, de múltkor nem lett semmi Feri pont miattad. Meséld is el, hogy miért nem. Hát az úgy volt, hogy... Hogy tönkre ment a mikrofonom. Úgy, mint nekem. De még működik az enyém.
Na, még egy gépágyú, most már van 5. Mindjárt mondom, hogy 6 lesz, szóval figyelj, ez eddig 5. Ennyi volt múltkor? Na, rosszabb tudja. Na, Feri, 6. Most már 6 gépágyú. Nem szabad tökölnünk. Szó szerint. Tehát eddig 6, de biztos, hogy van itt még egy. Nincs. Te nem látod. Na, eddig 6. Jó, lefagyott az opera. Még jó, hogy nem a lengyel népi zene fagyott fel. Már. És nem mondta, hogy hülye. Asztal, fejlődök. Mert eddig 6 gépágyú. Na, itt van 2 a következő szobában, szóval figyelni kell. Figyelni kell. 7. Na, eddig 7. Itt mentünk egyet. Nyolc. Tudom, mert... 9. Feri, figyeljél. 9. Olyan gyors, hát hogy rajzolok így neked? Hát bazd meg, lerajzolsz egyet. Én nem rajzoltad le. Feri, azt csináld... Feri, azt csináld, hogy lerajzolsz egyet, és utána írod, hogy X, nem tudom mennyi. Pálya végén úgyis kiderül. Most tartunk 9-nél. Ne felejtsük. 9. 58 energia azért az nem elég. Úgyhogy hagytam volna egy energiát valahol. Lehet, hogy nem, de azért visszajövök ide nézni. Tehát eddig 9 gépágyú. 9. Na jó, akkor itt most visszajövünk mégis, mert nincs semmi. Még tovább. Erre. Na ez az, elkészült. Elkészült a gépágyú. Feri kitűnő alkotása. Feri kitűnő alkotása. Negyed óra alatt elkészült. Na, Feri most már 10. Hoppá, robbanó hordók. 4, 10. És ebbe ki is fogyott a töltény. Jó, Istenem. Ugorjál már föl abba. Ez is jó helyen van. Ez így már nem olyan jó, mi már ezt láttuk egyszer. Igen, ti láttátok egyszer, de nem emeltük végig a pályán, ezt vegyed figyelembe. Tehát van még olyan, amit még én sem emlékszek rá. Ah, fuck! 11. Úgyis meg fog majd halni. 12. Basta! Fuss! Nem! 12. Hát, és hogy maradt neked 7 életed? Miért kell neked mindig megkérdezned? De nem kérdeztem még ma meg. Most pont arra kell menni, ne, ez nem helyes. 12? Azt mondtam. Tessék, meghaltam. Ez az! Kurva gépágyos szarcsfek tényleg. 12 tehát. Na, töltsd már vissza. Szeretem a gépágyúkat. Én meg utálok téged, Feri. Utálok téged. Lol. Köszönjük, három. Robbanjál már föl anyádat. Na, 13. Ez olyan kitolás, hogy csak akkor jön elő, mikor közelébe mész. Vagy ha lövök egyet a közelében. Így. 13, és van 14 energiám. Itt egy nagy medikit, helyes. Jaj, de miért van az ott? Azért, Feri, hogy segségeket kérdez. Na, tehát 13, ha jól
Jól számolom. Ó, itt is biztos van. Nincs, hogy nincsen. És nem egy zsákutca véletlenül, mert ez egy elektromos víz. Igen, ez egy zsákutca, akkor erre nem tehát 13. Arra nem lehet jönni. Remélhetőleg még azért lesz jó pár. Jó van, Ferenc, köszönjük. Szerintem gyakorlatilag is. 13. Csak egyelőre most eltévedt. Miről beszélsz? 13, most elvileg ide. Csak próbálkozom. Hát nem sikerült. 13. Ez az az ajtó. Nem ez az az ajtó. De és nem innen nem túl. Is lehet kijönni, szóval load state lol. 13. Több útvonal van, azt kell figyelembe venni. Tehát akkor itt visszamegyünk. 13. Ja igen, itt kell lejönni. Tehát 13. Itt bejövünk ezen a vackon. Habár, és ha belegondolok, mi van akkor, hogyha én előre gondolkodom itt? De én ezt miért nem csináltam annó meg? 14. Ne gondolkodj előre, akkor túl könnyű lesz. Igen. Az a lényeg. Hogy az a lényeg? 15. Akkor itt visszajövünk. Bejövünk ide. Eddig szar, pad, fuck. 15. Eddig egész jó. De vajon meddig? Kiderül ott a kölgése után. Robi tüszín! Jaj, ne! Hát akkor ti betegen is képes csinálni videókat, meg szerepelni. Igen. Na, de 16. Fel is számoljad. Ne számolod itt, de mindegy. Hát de Feri húzogassa a vonalakat. Meg mást is, de most az nem most kell. Annyira tudtam, hogy ezt még befogod a végére. Nagyon helyes. Na, tehát 16. Vissza. Óvatosan. Én nem hiszem előre. Szerinted, emiatt a szar miatt 17. Milyen szép színekkel robban. Én is azt nézem. 18. De itt hogy jutunk tovább? Hát sehogy. Szerintem sem, szóval 18. Nem tudom, lehúztad volna a slitzert. Nincsen cipszára a nadrágomon. Oló. És pont 18 gépágyú. Milyen ironikus. Miért? Hát 18 cipszár, érted a gondolatot. Nem. Én talán értem. Várjál. Mesélj már el nekünk, mert nem értjük. Korán van. Gyerünk Feri, addig kekszet eszek. Gyerünk, gondolkodj helyettem is. Én is fáradt vagyok gondolkodni. Nem, te csak hülye vagy. Na igen, itt volt az, amikor szétesett a játék, az szép lesz. Figyeljétek, elmélem nem fog most szétesni, mert szétesik. Azt fogom mondani, hogy butfuk. Tehát 18. Tizenkilenc.
20. Eddig egész jó. Na itt volt az a kanyaron túl, hogy szétesett a grafika. Félek, komolyan félek, hogy szét fog esni megint. Jó. Nem biztos, hogy benne, hogy nem fog most. Úgy van, gratulálok, hülye gépágyú, 21, fölrobbantotta saját magát. Meg mondjuk azért engem is, de én túléltem.